Nekem soha nem volt az elég, hogyha valaki azt mondja, hogy no, akkor csináljunk valamilyen magyar politikai pártot. Ha megnézzük, hogy mi történt a szövetséggel az elmúlt 10 évben, nem jutottak be parlamentbe, nem tudtak segíteni a magyar kisebbségnek sem, és a PS pedig egy tényleg nagy párt, és úgy gondoltam, hogy esetleg én itt akár jóval többet is tudok majd felmutatni a magyar kisebbségért, és nem csak a parlamenten kívülről nézni az eseményeket egy további 10 évig. A saját magával kapcsolatos előrejelzései valahogy nem annyira jönnek be. Kezdetben 5% sanszot adott annak, hogy ön lesz a szakértői kormány vezetője. Azt is csak 5%-os esélyre jósolta, hogy a politikába belevág. Mi a gond? Semmi gond nincs, csak az van, hogy olyan dolgok történnek, aminek szerintem nem kéne annyira történnie Szlovákiában. Az a tét, hogy kirángatnak-e minket az Európai Unióból. Önt Fico rángatta bele, vagy rángatta vissza a politikába? Igen. Hát nem úgy, hogy mondjuk hívott, hogy gyere vissza, Lajos. Ad mondjuk a szokásos 5% esélyt arra, hogy 5 év múlva ön fogja vezetni a PS-t? Inkább eredményeket lássanak mögöttem, mint ígéreteket előttem. Az interjú a Robert Fico elleni merénylet előtt készült. Üdvözlöm a Paraméter hallgatóit és nézőit, Juhász László vagyok. Június 8-án megválasztjuk azt a 15 személyt, aki a következő 5 évben Szlovákiát fogja képviselni az Európai Parlamentben. Hírportálunk podcast sorozatban mutat be néhány jelöltet. Elsőként a Progresszív Szlovákia választási lista vezetőjét, Ódor Lajost köszönhetem. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Mi most nem a Paraméter Dunaszerdahelyi stúdiójában beszélgetünk, hanem a Progresszív Szlovákia pozsonyi székhelyén. Ön mennyire érzi otthon magát a PS főhadiszállásán? Hát még senki nem érzi nagyon otthon magát itt a főhadiszálláson, mert ez teljesen új épület, azt hiszem 1-2 hete költöztek ide, meg aztán én nem vagyok pártag, úgyhogy én még azért így vendégként járok ide. Még nem pártag? Ez a pontos megfogalmazás. Igen, én elmondtam, hogy független jelöltként indulok, és majd a választási eredmények után döntök arról, hogy esetleg belépek-e vagy nem. Tehát az attól függ, hogy majd mennyi szavazatot kapunk, mennyire van kereslet egy ilyen fajta politikára. Bemutatnom önt nem igazán kell, hiszen néhány hónappal ezelőtt még Szlovákia miniszterelnöke volt, egy elég rövid életű szakértői kabinet élén, de hát dolgozott már közgazdászként, azelőtt tanácsadóként, gazdasági prognózisokat készített, a jegybank alelnöke volt, és ha már a gazdasági prognózisokat említem, a saját magával kapcsolatos előrejelzései valahogy nem annyira jönnek be, mint ezek a bizonyos makroökonomiai prognózisok. Kezdetben 5% sanszot adott annak, hogy ön lesz a szakértői kormány vezetője, aztán azt is csak 5%-os esélyre jósolta, hogy a politikába belevág. Mi a gond? Semmi gond nincs, csak az van, hogy olyan dolgok történnek, aminek szerintem nem kéne annyira történnie Szlovákiában, tehát egy ilyen eset volt a szakértői kormány is, hogy az a kormány, ami megnyerte a 2020-as választásokat, hát alkotmányos többséggel indult. Tehát ki gondolta volna, hogy 3 év után az annyira legatyásodik, hogy még egy egyszerű többséget se tudnak megszerezni a parlamentben, és semmilyen többséget se tudott egyetlen párt se bebiztosítani magának, és csak így juthat kormányra egy szakértői kormány. Tehát erre azért nincs akkora esély, hogyha megnézzük az elmúlt 30 évben, akkor most először történt. Tehát ez nem egy olyan esemény, hogy minden évben 3-szor történik, és ugyanez elmondható például arra is, hogy miért jöttem vissza a politikába, mert már eddig Fico is volt 3-szor kormányon, de még egyszer se próbált ilyen gyorsan és ilyen gőzerével lebontani minden intézmény, minden független intézmény, civil szervezeteket. Tehát nagyon beindult ez a gőzhenger. Önt Fico rángatta bele, vagy rángatta vissza a politikába? Igen, hát nem úgy, hogy mondjuk hívott, hogy gyere vissza, Lajos, hanem
azokkal a cselekményekkel, amelyekkel az első naptól kezdve a saját dolgait intézte, és nem az emberek gondját, baját, tehát sehol sincsenek olcsóbb élelmiszerek, vagy olcsóbb energiák, hanem csak a saját embereivel kezdett el foglalkozni. De most őszintén, igen. Nem erre számított? Mást várt tőlük? Igen, mást vártam, mert hát nem először van kormányon Fico, és mindig azért elég kemény volt a kampány, de végül is aztán a cselekedetei azok nem voltak ennyire radikálisak sosem. Tehát ha megnézzük mind a négy kormányt, akkor az teljesen világos, hogy ez a legradikálisabb kormány. Hát soha nem volt olyan, hogy pár héttel a választások után az emberek kivonultak volna az utcára, és hát ez is adott egy ilyen impulzus nekem, hogyha az emberek ki tudnak menni az utcára, és érdekli őket Szlovákia jövője, akkor én üljek otthon, és akkor ez olyan volt, hogy akkor vissza kell menni, és meg kell próbálni egy kicsit azokat is képviselni, akiket a kormány nem képvisel, mert a kormány az magasról tesz arra, hogy az ő szavazóik, akik nem az ő szavazóik, azok mit csinálnak, tehát őket egyáltalán nem érdekli. Csak a saját emberei, saját szavazóik érdeklik. Miért éppen a progresszív Szlovákia, miért a PS-t választotta? Ez mondjuk egy kis nehezebb kérdés, ez egy dilemma volt számomra is, hogy hogyan. Tehát volt több javaslat, többen felkerestek a politikai pártok közül, és aztán volt még egy olyan lehetőség, hogy esetleg pártot alapítani. De én úgy érzem, hogy már rengeteg párt van Szlovákiában, teljesen fölösleges volna egy újat alapítani. És szerintem már tényleg eljött az idő arra, hogy a mai ellenzéknek nem veszekedni kéne egymással, mert azért magas a tét, tehát az a tét, hogy kirángatnak-e minket az Európai Unióból, és egy ilyen tét mellett sokkal jobb az, hogyha az emberek összetartanak, és ezért mondtam azt, hogy jó, akkor legyen a PS, mert úgy láttam, hogy nekik is ez a stratégiájuk, hogy minél jobban összetartani azokat a szavazókat, akik hát én demokratikusan gondolkodnak. Akkor ez volt meg a PS-ben, ez volt az a plusz, ami más pártokban nem volt benne, az összefogásnak a megvalósítása? Vagy? Igen, ezt úgy kell érteni, hogy a PS-nek most az a stratégiája, hogy kissé jobban le tudja fedni például a politikai térkép közepét, és esetleg még a jobboldali, kissé jobboldali vagy kissé konzervatív szavazókat, és hát mivel én is ilyen beállítottságú vagyok, akkor hát engem kerestek meg azzal, hogy jöjjek ide és próbáljam ezeket a választókat is képviselni, hogy a PS ne maradjon ilyen marginális párt, vagy egy ilyen nem annyira nagy jelentőségű párt Szlovákia térképén, hanem tényleg próbáljunk egy ilyen erős hátgerincet építeni a demokratikus szavazóknak, amely akár 25-30%-ot is elérhet. Az SZSZ-t például kizárta, vagy miért zárta ki őket? Nem értette egyet az ő gazdasági programjukkal, vagy épp, hogy igen, csak valami más hiányzott belőle ennek? Hát vannak olyan dolgok a PS, vagyis az SZSZ gazdasági programján belül, amelyekkel teljesen egyetértek, tehát ott nem volt ilyen nagy különbség. De aztán vannak olyan témák, ahol azért eléggé szerintem elszálltak az SZSZ-esek a pragmatizmustól. Tehát vannak olyan kérdések, amelyekben inkább ilyen nagyon radikálisan nemet mondanak, és mondjuk talán ez az önfejűség volt az, ami nem annyira tetszett az SZSZ-nál, hogy bármilyen kérdés miatt képesek akár egy kormányt is lebuktatni, vagy pedig nem viszünk, vagy nem fogadunk el olyan jó döntéseket pont amiatt, mert ők azt mondják, hogy ők egyáltalán nem fognak arra szavazni. Tehát ez a valamilyen szintű csökevényesség az, ami annyira nem tetszett. Nekem jobban tetszenek azok a pártok, amelyek tényleg inkább próbálják összeadni az erőket, nem pedig széthúzni. És ezt láthattuk valamilyen szinten Matovics kormánya alatt is, amikor Matovics és Sulik azért inkább egymással voltak elfoglalva, mint az ország jövőjével.
A Magyar Szövetség is megkereste önt, amikor már nem volt kormányfő, és tárgyalásokat kezdeményeztek arról, hogyan tudnának egymásnak segíteni. Forró Krisztián szerint ön ekkor azt mondta, hogy térjenek vissza a témára januárban, de ön már január elején bejelentette, hogy a PS listáján indul. Ön is így emlékszik erre? A dátumokra pontosan nem emlékszem, de azt teljes mértékben igaz, hogy találkoztam Forró Krisztiánnal, és akkor ő mondta azt, hogy ő szeretné azt, hogyha megnézném azt a ilyen programtervezetet, amelyet készítenek, mert én mindig mondtam, hogy számomra a program nagyon fontos, tehát nekem soha nem volt az elég, hogyha valaki azt mondja, hogy no, akkor csináljunk valamilyen magyar politikai pártot, nekem az volt a legfontosabb, hogy mi az, amit az embereknek föl tudunk kínálni, és hát a 20 év alatt is mindig arra törekedtem, hogy azért próbáljuk előre vinni az ország szekerét, és akkor jobb lesz azoknak is, akik a magyar lakta területeken élnek. De én aztán úgy döntöttem, hogy ahogy elmondtam, kipróbálok egy másfajta stratégiát, például a magyar lakta területekre nézve és a magyar kisebbségre is, hogy a PS az egy nagyobb jelentőségű párt, tehát ha megnézzük, hogy mi történt a szövetséggel az elmúlt 10 évben, nem jutottak be parlamentbe, tehát nem tudtak segíteni a magyar kisebbségnek sem, és a PS pedig egy tényleg nagy párt, és a kormányra jut, akkor a PS hát benne van a DNS-ében a kisebbségi politika, bármilyen kisebbségi szempontjából, most nem csak a nemzetiségekről beszélünk, és hát úgy gondoltam, hogy esetleg én itt akár jóval többet is tudok majd felmutatni a magyar kisebbségért, és reálisan tenni valamit, és nem csak a parlamenten kívülről nézni az eseményeket további 10 évig. Van ilyen szándéka, vagy van ilyen konkrét elképzelése is, hogy mivel tudna ön hozzájárulni a szlovákiai magyar kisebbség helyzetének javításához? Persze, tehát van a PSZ-en belül egy ilyen magyar platform is, és hát ezt szeretném aztán majd erősíteni. Hát természetesen akkor tudunk jóval többet tenni, hogyha maga a PSZ is majd kormányra jut egyszer, mert hát ha megnézzük, akkor mi történt eddig a magyar kisebbséggel Szlovákiában, az elmúlt 10-20 évben voltak persze jelentős kivételek, de azon kívül maga Fico is, Pellegrini is általában mindig magyar ellenes volt, tehát ilyen szempontból olyan túl sok mindent nem tettek Dél-Szlovákiáért. Ezek szerint a szlovákiai magyarok talán a liberális szlovákiai magyarok szavazataira is számít? Hát nem csak a liberális, hanem szerintem olyan, főleg olyan szavazatokra számítok, amelyek tényleg azt szeretnék, hogyha már változna a magyar kisebbség helyzete is Szlovákiában, és nem csak ez a rétorika menne, meg a veszekedés, azt is láthattuk. Azt sem tetszett nekem annyira, hogy volt 3 párt, aki veszekedett az elmúlt 10 évben, és ezért sem volt magyar képviselet a parlamentben. Tehát én nem vagyok ez a veszekedés típus, én inkább nagyon pragmatikusan nézem a dolgokat, és itt látok esélyt arra, hogy jobbá tudjuk tenni majd a magyar kisebbség helyzetét is. Itt ülünk a Progresszív Szlovákia székházában, ön a Progresszív Szlovákiának még nem tagja, viszont a listájukat vezeti, és az elemzői csapat élére is állt, ha jól tudom, vagy volt egy ilyen szándék, legalábbis aztán nem hallottam ezzel a kapcsolatos híreket. Hogy áll ez az elemzői csapat, mind dolgoznak? Ez az elemzői csapat azt hiszem ősztől kezd majd teljes gőzzel dolgozni, tehát most inkább a választásokra koncentrálunk, mint én is, most elég sok a kampánnyal kapcsolatos teendő, és ennek a csapatnak pontosan az lesz a feladata, hogy olyan recepteket próbáljon találni Szlovákia gazdasági bajaira, amelyek könnyen megvalósíthatók. Tehát ne legyen az, hogy valaki csak azt akarja, hogy kormányon legyen, és ha kormányra jut, akkor egyszerűen nem tudja, hogy mit csináljon, nincs fölkészülve erre. Erre jó példa az is, hogy amikor a szakértői kormánytól eljöttünk, akkor mi ott hagytunk 4+1 reformjavaslatot, amelyet legalább személy szerint nagyon fontosnak tartok, hogy ezt Szlovákia megcsinálja. Tehát ilyen szempontból ezeket szeretném majd folytatni, hogyha esetleg egyszer a PS kormányra jut, akkor az első naptól kezdve tudjuk, hogy mit kell csinálni, és hát az embereket is felkészítjük arra, hogy mi az, ami várható, mert úgy látom, hogy az
elmúlt 10 évben mindig csak kampányolás van minden héten, tehát mindenki csak azt mondja, hogy jaj, majd 5 év múlva, 10 év múlva jobb lesz. Nekem meg az a szándékom, hogy inkább eredményeket lássanak mögöttem, mint ígéreteket előttem. Tehát én mindig erre törekedtem a szakmai munkásságom során is, meg a miniszterelnökség során is. Beszéljünk egy kicsit az Európai Unióról, hiszen tulajdonképpen azért ülünk. Igen, itt. Persze. Önt én tulajdonképpen íróként is bemutathattam volna, de szerzőként mindenképpen, hiszen több kötetet jegyez. Ezek közül magyarul még csak a Mindentudók kézikönyve jelent meg, ebben olvastam a következőt. A béke biztosítása volt az egyik fő oka az Európai Unió létrejöttének, hogy a németek és a franciák ne harcoljanak többé egymással. Nem is gazdasági érdekek húzottak a háttérben? Én teljesen rosszul értelmeztem az EU létrejöttét? Vagy ez nem volt annyira fontos? Nem, jól értelmezte, csak ez a kettő dolog ez együttműködött. Tehát ők pontosan azt mondták, hogy mit tudunk csinálni annak érdekében, hogy ne legyen háború? Hát azt, hogy legyen szoros gazdasági együttműködés, mert akkor az egyik nem fogja megtámadni a másikat, aki a partnere gazdaságilag. Tehát minél több a gazdasági kötődés a két ország között, annál kevesebb az esély a háborúra, hogyha tényleg olyan, hát nem egy nagy meg egy kis országról van szó, hanem két nagy államról van szó, és ezért kezdtek aztán együttműködni, és ezt végül is a mai napig tovább vitték. Tehát a béke az mindig ott volt benne az Európai Unió DNS-ében a kezdetektől fogva, és sikerült is, tehát ha megnézzük azt, hogy az elmúlt 80 évben tényleg nem volt itt az Európai Unión belül semmiféle konfliktus vagy háború, amíg előtte majdnem minden 50 évben volt valami atrocitás, tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy az emberek tudják azt, hogy miről szól az Európai Unió. Tagjelölt államok területén viszont dúlt és dúl is háború. Ön hogy látja Ukrajna Európai Uniós csatlakozási esélyeit? Hát ez még szerintem egy olyan kérdés, ami nem az elkövetkező pár évben fog eldöntődni, hanem tényleg arról van szó, hogy nagyon fontos, hogy azért Ukrajnának is be kell tartani bizonyos kritériumokat, hogy aztán föl tudjuk őket venni. De viszont, hogyha valaki, mint gazdasági szakember kérdez meg, akkor ez teljesen egyértelmű. Egy olyan példát hoznák fel, mint Burgerland, amikor megnéztük azt, hogy mielőtt még bővült volna az Európai Unió, akkor Burgerland az nem volt olyan gazdaságilag nagyon jól álló régió Ausztriában, de aztán Magyarország, Szlovákia, Csehország is oda csatlakozott, és jött az együttműködés, turizmus, és most már azt lehet látni, hogy sokkal magasabb szinten vannak. Tehát valami ilyesmit várok attól én is, hogyha esetleg majd egyszer Ukrajna gazdasága jó fog menni, akkor föl kell használni azokat a pénzeket is, amelyeket az Európai Unió kínál arra, hogy együttműködjünk jobban Ukrajnával, és például ebből a keleti régió nagyon profitálni tudhat, hasonlóan, mint Burgerland. A békéről és a gazdaságról már beszélgettünk, de miről szól még az Európai Unió ön szerint? Hát általában azt lehet mondani, hogy az Európai Unió az nem minden ember szereti kimondani, de ilyen értékrendszert is képvisel, tehát pont ez a nyugati értékrendszer, ami kissé más, mint például az Egyesült Államok, tehát az Európai Unió nagyobb súlyt fektet például a szociális politikára, mint az Egyesült Államok, és Kínához képest is kicsit más abból a szempontból, hogy persze itt a jogállam és a demokrácia sokkal fontosabb, mint Kínában. Tehát ha megnézzük ezt a három nagy csoportosulást, ami globálisan versenyez egymás ellen, akkor így lehetne definiálni, hogy azért a sokkal jobban odafigyel az Európai Unió arra, hogy senki ne érezze magát ilyen másodrangú állampolgárként. Tehát sokkal toleránsabb, sokkal nyitottabb az emberek számára. És mi az, ami nem működik jól az EU-ban? Hát megint csak esetleg a gazdaságtól kezdeném, mert hát erről írtam is a múltban több cikket is, hogy az Európai Uniónak is azért jó lenne sokkal versenyképesebbnek lenni, például az Egyesült Államokkal és Kínával szemben, főleg
a technológiai fejlődés terén, tehát ha megnézzük a legnagyobb 20 technológiai céget a világon, akkor nagyon kevés ott az európai. Tehát sokkal többet kéne nekünk is beruházni a kutatásba, a technológiákba, vagy esetleg főleg a zöld technológiákba is, mert abban látom én az előrelépést, hogy két legyet tudunk leütni egy csapásra, tehát hogyha sokat tudunk beruházni például zöld technológiába, akkor nem csak gazdasági fejlődés jön, hanem egy olyan gazdasági fejlődés, ami a klímaváltozás ellen is orvosság. Tehát ezt kéne megcsinálni, ezt a digitális és zöld transformációt most Európának. Miért nem érdekli ön szerint az embereket az Európai Unió, illetve az európai parlamenti választás? Hát Szlovákia az Európai Uniós tagállamok végén kullog, tehát 10 éve csak 13%-os volt a részvétel, és hát talán egyszer fordult elő az, hogy 20% fölött volt a részvétel. Miért? Részben azért is, mert akik ott képviselnek minket, akkor azokat föl lehet osztani ilyen csoportokra. Vannak, akik egyáltalán nem is szeretik az Európai Uniót, de hát már nincs kedvük itt politizálni, akkor elmennek oda, mert ott elég csak egy videót csinálni egyszer egy hónapban, és akkor kapják a fizetést, és az így rendben van. Aztán vannak olyanok is, akik akarnak valamit tenni, de nem tudnak, mert semmilyen európai politikai csoportnak nem tagjai. Tehát még hogyha akarnának is, se tudnának semmit tenni, akkor azt szoktam mondani, hát azok, hogy még az alkoholmentes sörnek is nagyobb a hatása ilyenkor az Európai Unió, mert azt kell tudni, hogy hogyan úgy mennek végbe a döntések az Európai Unióban, hogy vannak ez a politikai csoportok is. Ha valaki nem tagja egyiknek sem, akkor lényegében jóformán senki nem beszél velük. Tehát, hogyha ezek az emberek képviselik Szlovákiát, akiknek nincs semmilyen súlyuk az Európai Unión belül, akkor hát itthon se látjuk azt, hogy miért vannak ott ezek az emberek. Tehát én pont egy egész másfajta politikával indulok oda, mivel hát én most kezdem a politikai pályafutásomat, én nem nyugdíjba szeretnék oda vonulni, de viszont nagyon látható szeretnék maradni itthon is, pont azért, hogy sokkal többet kell kommunikálni az emberekkel, sokkal többet kell beszélni velük arról, hogy tényleg mit ad nekünk az Európai Unió, és miután el kell mondani, hogyha valami problémák vannak, és hogyan kell azokat megoldani. Ez még mindig sokkal jobb stratégia, mint az, hogy most majdnem minden párt csak szidja az Európai Uniót, és ennek viszont az a veszélye, hogy láttuk, mi történt Britániában is, hogy egyszer aztán fölkeltek reggel egy referendum után, és látták, hogy na már nem tagjai az Európai Uniónak, vesztettek rajta most pár ezer, mindenki vesztett rajta pár ezer fontot, és most azt látják, hogy na, akkor ez nagyon rossz lépés volt, és ezt nem szeretném, hogyha mi is megérnénk itt Szlovákiában. 5 évvel ezelőtt a PS a Spoluval együtt megnyerte az európai parlamenti választásokat, 4 képviselői mandátumhoz jutottak. Ön mennyire érzi most biztosnak, illetve befutónak ezt a pozíciót, hogy listavezető a PS-nél? Én nem a saját szempontomból nézem a dolgokat, hanem pont abból a szempontból, hogy nagyon jó lenne az emberek számára is a két választás után, hogyha tényleg most a PS meg tudná nyerni ezeket a választásokat, de látni azt, hogy mennyire tudják mobilizálni a szmeresek is a választótábor, tehát ezt a második fordulóban láthattuk, hogy egyszerre csak 500 000 ember eljött szavazni Pellegrinire, tehát ilyen szempontból ez egyáltalán nem lefutott verseny, de a mi célunk teljesen egyértelmű, szeretnénk megnyerni választásokat, és szeretnénk 5 mandátumot, pontosan azért, hogy ne olyan emberek képviseljék Szlovákiát, akiknek hát semmilyen hatásuk nincs az Európa Parlament munkájára. Tehát ők ott fognak ülni, de a Smer, a Halasz egyik párt sem tagja az európai politikai csoportoknak, a frakcióknak, tehát az ő befolyásuk egyszerűen nulla. Nem volna jó, ha ilyen emberek képviselnék Szlovákiát Európában. Ön hogyan képzeli a saját európai parlamenti képviselői hétköznapjait? Feltételezem, hogy gazdasági témákkal akar foglalkozni, és azt is említette az előbb egy fél mondatban, hogy a kisebbségi
akár a magyarság témáival is foglalkozna, hogyha mondjuk a Fidesz képviselőinek lenne valami magyarsággal kapcsolatos felvetésük, akkor mögéjük is beállna? Én még nem vagyok annyira öreg róka a politikában, tehát én még mindig azt nézem, hogy nem azt nézem, hogy ki adja be a javaslatot, hanem hogy miről szól a javaslat. Tehát ilyen szempontból teljesen igaz az, hogy a gazdasági témák nagyon fontosak lesznek számomra, de hogyha esetleg jönnek valami jó témák a nemzetiségi kisebbségekkel kapcsolatban, akkor én teljesen föl vagyok készülve arra, hogy ezeket támogatom. De viszont azt kell elmondani, hogy szerintem sokkal fontosabb ezt majd itthon megcsinálni, tehát ezért is van ez a kettős szerep, hogy nem csak az Európai Parlamentbe próbálok bejutni, hanem az itteni elemző csapatot is koordinálni és fölhozni olyan témákat, amelyek a kisebbségek számára is fontosak. Egy ilyen témát, hogyha esetleg mondhatok, az például az, hogy az benne is van a 10 legfontosabb dologban, a programunkban, az az, hogy ki szeretnénk egy kicsit kerülni az európai pénzekkel a kormányt, hogy sokkal több pénzről maga a régiók tudjanak dönteni, mert így például a Dél-Szlovákiában is mi sokkal jobban tudjuk, hogy mire volna jó pénzt adni, és hogyha erre nagyobb hatásunk lenne azoknak, akik a régiós politikát csinálják, akkor szerintem több jó dolgot is lehetne csinálni a déli részén az országnak is. Mi voltunk az első olyan kormány, a szakértői kormány, aki azt mondta, hogy jó, akkor az Európai Uniós pénzekből 20%-ról döntsenek a régiók. És ezt még szeretnénk tovább vinni egy olyan szintre, hogy tényleg ne blokkolja már a kormány azokat az Európai Uniós pénzeket, hanem menjenek egyenesen a régiókba. Ön optimista ezzel kapcsolatban, hogy ezt meg lehet lesz változtatni az Európai Unió hozzáállásában? Hát, hogyha nem volnék optimista, akkor nem is raktuk volna be ezt a programba. Tehát szerintem ez most nagyon fontos mindenféle szempontból, mert több olyan régió van, ha megnézzük, mi volt az a regionális politika például az Európai Unión belül, akkor eddig is úgy volt, hogy azok a régiók, amelyek le voltak maradva, akkor azoknak adjunk több pénzt, de valahogy ezek a régiók mindig le vannak maradva, tehát szerintem változtatni kéne ezen, és sokkal szerintem felelősségteljesebb politika az, hogyha ezen pénzek egy részéről maga a régiók döntenek, mert akkor hát az ő kezükben van a dolog, és nem kell mindig Pozsonyba jönni és kéregetni a pénzt. Azt még nem tudjuk, hogy mikor és milyen feltételek mellett lép majd be a Progresszív Szlovákia mozgalomba, de ad mondjuk a szokásos 5% esélyt arra, hogy 5 év múlva ön fogja vezetni a PS-t? Nem tudom most, tehát én mindig adok a szokásos 5%-os esélyt, mert a politikában megtanultam, hogy azért nem lehet azt mondani, hogy ez soha. Ha megnézzük, rengeteg politikus azt mondta, hogy 2014-ben már a politikában se lesz, meg lesz az autóút kassáig, meg lesznek olcsóbb élelmiszerek. Tehát én nem szeretek ennyire ígérgetni, én inkább azt mondom, hogy benne van ez is a kártyában, de egyáltalán nem a fő céljaim között. Tehát most a legfontosabb dolog számomra az, hogy bekerüljünk az Európai Parlamentbe, pont azért, hogy hát ne tudjanak minket kivinni Európából ezek az erők. Ha megnézzük most a Smer választók, majdnem fele azt mondja, hogy jobb lenne nekünk kint az Európai Unióból. Valaki jön egy referendumra, és akkor tényleg fölkelhetünk egy csúnya hétfő reggelen arra, hogy akkor már kint vagyunk. Tehát ez a legfontosabb most a számomra, és aztán meglátjuk a többit. Kedves nézőink, a Paraméter Európai Parlamenti Választási Beszélgetés sorozatának első részét látták. Ódor Lajos volt a vendégünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a beszélgetést.